Szolgálnak népi angyal serege, nagy dicsőségében mi minden, hózsan már fix hangoznak az egek. Áldott, aki az Úr nevében jön, hózsanna a mennyben és a földön. Ébredjés, Eliás! Mennem kell, itt az óra, mert gyülekezik a nép a füstölő áldozat bemutatására. Jó, ki is a toros főpap? Hát Zakariás, és beszélni valón van vele. Az Úr üzelt neki. Akkor menj, nehogy elkés. Megyek, de vigyázzon addig a tanoncaimra, elég elevenek, nem merem őket egyedül hagyni. Nyugalom, siess Gabriel. Zakariás megkezdte az áldozást, már látom a füstöt. Essa inaya le harim mi aya bu ezeri. Halleluja! Ezri min Adonai, oszé sámaim váret. Halleluja! Jaj, ki vagy te? Ide nem jöhet be idegen. Ne félj, Zakariás, könyörgésedet meghallgatta az Úr. Feleséged Erzsébet gyermeket szül neked, akit Jánosnak fogsz nevezni. Boldog leszel, és sokan örülnek majd veletek. Már születésekor szenté lesz, emberek sokaságát éríti meg, a megvált előtt fog járni, illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és hogy az engedetleneket az igazak útjára térítse. Hiszen én öreg ember vagyok, és feleségem sem fiatal már. De én Gábriel vagyok, az Úr angyal. Ő maga küldött engem, hogy meghozzam neked az örömhírt, mivel kételkedtél, fiat születéséig büntetésed lesz. Hol van Mária sokáig? Miért nem jön? Biztos történik valami, még a füst is máshogy száll, mint tavaly ilyenkor. Nézzétek, jön! Milyen más! Mi történt oda bent? Miért maradtál bent ilyen sokáig? Csak nem látomásod volt. Hisz megnémult, nem tud beszélni. Biztos látomása volt. Szent mennyekben az Isten, szolgálnak még ki angyal seregen. Hú, ez nehéz volt, már azt hittem nem sikerül, de sinem vagyunk, Erzsébet nem sokára fiút szül majd. Ügyes vagy, gyere ülletegény. Szent mennyekben az Isten, szolgálnak néki angyal seregek, nagy dicsőségét zenni minden, hózsannát visz hangoznak az egek. Áldott, aki az Úr nevébe jön, hózsanna a mennyben és a földön. Milyen szépen énekelnek az angyalok. Már ezért érdemes a mennyországba alapni. Ézsaiás! Hisz letelt a 6 hónap, mióta Zakariásnál jártam. Mennem kell, viszem a következő üzenetet. Csak óvatosan. Nehogy megálltjon ez a nagy sértség és ez a sok munka. Hová mész? Látod? Az ott Mária, József kegyese. Őt kell meglátogatnom Názáretben. Akkor menj, vidd az Úr üzenetét. Én addig vigyázok a tanoncokra. Már egész szépen énekelnek. Üdvözlégy, Mária! Ne félj! Kegyelmes hozzád az Úr! Íme gyermeket szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, a magasságos fiának hívják majd. Az Úristen neki adja Dávid trónját. Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? A Szentlélek szárja áll, a magasságos ereje beárnyékoz. Ezért gyermekedet szentnek nevezik majd, Isten fiának. Erzsébet is fiút fogant öregségére, akit eddig meddőnek mondtak. Istennek semmi sem lehetetlen. Íme, az Úr szolgáló leánya vagyok. Történjen minden úgy, ahogy te mondod. Szent mennyekben az Isten, szolgálnak néki angyal serege. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhegy gyümölcse. Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön el hozzám? Boldog, aki hitt, mert beteljesedik az Úr ígérete. Magnifikát, magnifikát,
én megtartom meg, mert rettekintett szolgáló leánya megalázott volt erről, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék. Mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szendékában felfogalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottak a temetve. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izrael, hogy megemlékezzék irgalmáról, amit kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Magnifikat, magnifikat, anima mia, Dominum, magnifikat, 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 anima mia, magnifikat, 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 anima mia. Fiam. Nézzétek, itt jön Zakariás is. Fiat született öreg korodba, ez az Úr csodája. Mi lesz a gyermek neve? Zakariás, mint az apja. Dehogy is, János lesz a neve. János, de nincs is a családban János. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának Dávidnak házából, ahogyan kijelentette a szent profétái által örök időktől fogva. Hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban, ő előtte életünk minden napján. Te pedig kisgyermek a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból. Világítson azoknak, akik a sötétségben, a halál árnyékán vannak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. A gyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, míg el nem érkezett szolgálatának ideje. Mi lesz, ha a gazdája nem engedi? Ki az, aki csak úgy nekünk ad egy szamarat, fizetség nélkül? Ha valaki szól, csak annyit mondjatok, az Úrnak van szüksége rá.
mert nem voltam Fion leányának. Íme, királyod jön hozzád, szelíden és szamárháton ülve, kigabondó állatcsipőben. Mester, mi mindig ezt vártuk. Hozsánna! 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 Mit tegyünk most? Ekkora dicsőséget? Nem ez az Úr igazi dicsősége. Menjünk a templomba, ott álljuk majd az Atyát. Nézzétek, nézzétek! Valaki Szamárhától jön. Nagy tömeg kíséri. Most biztos beindul az üzlet. Mit képzeltek? Ki ez? Mit akar? Itt kereskedtek? Adtok, vesztek? Ez felháborít engem. Miért lázítik? Ne rontsd az üzletünket, így is elég nehezen megy a galambvásár. Mit csinál? Hitetlenek vagytok, ezzel a piaccal káromoljátok az Isten. Miért van itt? Honnét jött? Megőrült? Ez Jézus a galileai Názáretből való proféta. Menjetek innen! Az én házamat az imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Tűnjetek innen! Takarodjatok innen! Áldott, aki az Úr nevében jön, Hozsánna a mennyben és a földön! Jézus Dávid fia, könyörülj rajtunk, gyógyíts meg minket! Mostantól teljes életet élhettek. Menjetek, hirdessétek Isten dicsőségét! Áldott, aki az Úr nevében jön, Hozsánna a mennyben és a földön! Hallottad, mit mondtak ezek? Hallom. Ti sohasem olvastátok Ézsaiás szavát? Gyermekek és csecsemők szája által szerez magának dicséretet. Áldott, aki az Úr nevében jön, Hozsánna a mennyben és a földön. Én az Úr vagyok, a ti szentetek. Izrael teremtője, a ti királyotok. Így szól az én Uram, az Úr. Ez az én szolgám, akit én támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Engem kövessetek! Jézus köztünk követjünk, vigadjunk, ő a nagy király! Áldott élő földön és a mennyben, dicsőség vár rá! Eljött ő hozzánk, Hozsannát zengedezzünk, ő a nagy király. Jézus köztünk, övegyünk, vigadjunk, ő a nagy király. Áldott ég a földön és a mennyben, dicsőség vár ránk.